A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a kormány 26 stadion fejlesztésére különített el pénzt, összesen 12 milliárd forintot a 2014-es év költségvetésében. A programba beletartozik a Tatabányai Grosics Gyula stadion is, melynek felújítását hamarosan el is kezdik. Erről írtak alá szerződést tegnap délután. Stadion felújítására tavaly évben kaptunk támogatást a kormánytól. Ennek a célja az az, hogy a tatabányai sportlétesítmények teljes egészében ki tudják szolgálni a tatabányai sportolókat. Nagyon jó minőségű két műfüves edzőpályánk van, ahol az utánpótlás fel tud készülni, ahol utánpótlás meccseket lehet rendezni, de szükséges egy olyan stadion kialakítása is, ami a mai kor követelményeinek megfelel, és ahol a nagy csapat tud játszani, illetve utánpótlás világbajnoki selejtezőket, Európa-bajnoki selejtezőket is akár tud játszani az utánpótlás válogatott, amire már az elmúlt időszakban is sor került, és ahhoz, hogy ez teljes értékű legyen, ahhoz esti órákban is alkalmassá kell tenni a stadiont meccsek rendezésére, ez a régóta várva vált világításnak a kiépítését jelenti, valamint ami a legfontosabb, hogy ne csak egy jó minőségű műfüves pályáink legyenek, hanem legyen egy jó minőségű füves pályánk, így a teljes gyepet újjáépítjük. A kivitelezést a Tatabánya 2014 konzorcium fogja elvégezni, melynek képviselői jelen voltak az aláírásnál. Műszaki adatokról annyit lehet tudni, hogy 4 darab acélkandelláber lesz, amely 33 méter magas puszára jön az úgynevezett tabló, amire a lámpák lesznek felszerelve, tehát közel 40 méter fénypont magasságot is el fogja érni. Ezek a kandelláberok, ezek tulajdonképpen a szöglet zászló, tehát inkább úgy mondom, hogy a sarok része, egy ilyen 15 fokos szögbe lesznek elhelyezve, azért, hogy megfelelő fényhatást biztosítsanak, illetve ne legyen kápráztatás a mérkőzésen, sem a nézőknek, sem pedig, de nyilván a játékosoknak a legfontosabb, hogy ők játszanak a pályán. A pályázat későbbi részében az öltözőket is teljesen átalakítják, hogy azok a jövőben maximálisan ki tudják szolgálni a foci csapat igényeit.